ma ezen a csodálatos, csinált pályán rendkívüli mérkőzés a hazai FC Lecsó Csoma csapata. Rendkívüli kölcsönszerelésben itt vannak. Vendégünk van, egyedi csapat, ilyen csapat nincs a világon, ahol a Charlie angyalai itt vannak a nők. Repkedni fognak, a fiúknak leesik a zálók, és saját maguk öngólókkal fogjuk befejezni a mérkőzés. Az Ese, Héhalom, Nógrád megyéből. Pirosban nagy tapsot a vendégeknek! Nekünk azt mondták, hogy 2x5 perc mérkőzés és 20 perc hosszabbítás. Üdvözöljük egymást, úgy-úgy, köszönjük szépen, átadjuk a borítékokat a mennyasszonyi tánc szünetbe. Fekete Misi a kapuban, a csomai Lecsó csapatban. Bakkancsos, Lajos Füles, saját 24 szotekje van, ott termeli a tepertőt. Pleszka Lajos kettessel, Pőszes Zsolt 13-assal, Gróf Henrik 12-essel, Jakab Tomi 8-assal, Csirpák Géza-nak a fia. Nászúton van, ezt a meccset kapta ajándékba. Gerics Sanyi 9-essel, Gerics a szélen saját fogával, Nagy Kari 5-össel. És a vendégek Milán adta oda Patriknak, aki saját súlyával érkezett erre a barátságos mérkőzésre. Lecsó fesztivál lesz holnap, és ma bemelegítenek. A kapus még mindig ott van, mellette berúgni, ez egy nagy művészet. Hoppá, mellre veszi le, tojással állítsa meg. A csomaiak adogatnak. Polgármester úr, Bakos Józsi, frissen nyiratkozva érkezett, megint Pleszkához kerül. Pősze! És a kapus rávet, párduc módra rávetette magát, rögtön Milánt láttam meg félelmébe. Kiadja a labdát baloldalra, tessék. Micsoda sarkalás is jön, Fekete! Csománál még mindig jönnek a pirosak! Szállak! Hey, micsoda! Bravo, ez volt az első. Lőrinc Csaba volt az, aki kapásul megcélozta a jobb felső sarakot, és ilyenkor úgy néztem, ez ne a támadásnál, a Héhalom úgy nézett ki, mint a Liverpool, csak Szállak hiányzik. Állítólag így ejtik a nevét most már ebben az évben. Szállak. Patrik, Csirpák. Mohamed Csirpák hosszan ellopták a labdát. Óriási támadás, egy-egy, kimegy lövés a kapusá! A bütykivel fel, a tökivel lefékezte. Óriási lövés volt. Ez volt az első. Ott van megint, és a kapu megint. Micsoda játék, Fekete! Darabokra szakadt. Óriási. Tépült a Patrikhoz kerül a labda. Ő a Godzilla csapata. És pontatlanul. Ezért nem kap fizetés. Így is ingyen focizik. Tehát 0-0 az eredmény, amikor 5 perc fogyott el a 20 perc. És nagyon izgalmas, két izgalmas támadást láthattunk a vendégektől. Nógrád megye válogatott, Pősze lopott, 13-asról ott van, négy kézlá, feláll, lepasszolja Patrikhoz, ő már nem nyúlik ki, de megfogja még a fodrót, segített Pősze, hogy ott van, mellé! Hát ki fogják tagadni a faluból ezt az embert, egy méterűn ember ugni. Kiemelik a labdát, még mindig ott van, Patrik a hosszag. Hát igen, az a szerencsé, hogy Farkas józan. Nem baj. Óriás itt védett, és a kapus beesett a hálóba. A labda helyett ez a szerencs, így marad a 0-0. Farkas Ferenc mit csinált? Kitűl ilyet meg a labdától, vagy a nyúszítól, ezt soha nem tudjuk meg, de a piros labda, mint télen, most száll be a labda, gurul be a labda, ott van a labda. Héhalom csapatban három nő is van. Négy nő, Andrea Roszka, Szilvia és Karla. De a nők még nem jöttek be, ha bejönnek, melltartó nélkül lesz itt cirkusz. Milán, beadja a labdát, ott van, és mellé, atya ég, Lőrinc Csaba. Ezt tessék megnézni még egyszer lassítva, Milán volt az, aki rögtön adta is Csaba, rögtön lőtt, és alatta rögtön mellé ment 7,5 centér az alsó kapufától. Micsoda támadás volt a Héhalom csapattól. Száll a labda befele, ott a labda, és kifejelnek. Sróf volt az, aki kifejelte. Pősze hátra, Patrik, óriási labda, ott kijed, kimegy, ott van, és gól! A kiskölyök, akik a gróf, a Sróf Henrik, micsoda kapus hiba, micsoda gól, lassítva is meg lehet nézni, 1-0, Sróf, várj igen.
A 11. percben történt az a csoda, amikor már a kapus is a hálóba volt, és aztán mindent kivédett a csapat, és a héjhalom kapujában becsorgott egy labda, és kilőtt a 12-es Schroff Henrik! Pap Andris a csomai csapatnál. A kapa! Óriási! Hát igen, én azt hiszem, hogy Lőrinc Csaba az, aki csinál cirkuszt. Varga Rabi fogja beadni, száll a labda befele. Ott van, így de gyönyörű volt, mellre veszél. Ott van, óriási, lövés fölé! Ó, micsoda tiki-taki bomba, atombo. Csernobili támadást láthatunk a héjhalom csapattól. És ahol részt vett egy nő. Tóth Andrea. Tőle kapott Gért. Lőrinc Csaba is fölé rúgti. Fekete Misi. És vége az első félidőnek. Rendkívüli dolgokat láttunk, nagyon szép megoldásokat láttunk a héjhalom csapattól, és a Lecsó Csoma csapata, ezért a mérkőzés az első félidőben már ajándékot kapott egy vállalkozótól, egy buszt kapott a csapat, hogy tankolják be. És következik a második félidő, és az egyik vállalkozó, Netball Oszkár azt mondta, az első percben egy nő gólt lő, 500 eurót kap a gólszerző. És nincs nő a pályán, nem baj, valaki játsza meg. Friss emberek érkeztek a csomai csapatnál, megint egy 20 perc következik. Ez az Milán, ide-oda, tiki-taki, friss emberek, régi mezben. Innen jut eszembe egy gondolat. Anyósom ruhájába vartam egy madárriesztőt, hát ha varjuk, még a tavalyi termést is visszahozták. Mondta egy barátom, míg a bedobást a polgármester úr, Bakos József, berúgja a labdát. Vajon itt van az a perc? Itt van az a perc? Száll a labda, belefejelnek, pőszéhez kerül a labda, visszakölt csirpák, nagy csirpák, egysel, még egysel, passz, ott van, pőszéhez, kivágják a labda, a csirpa visszakerül. Pőszé ott van, könyörög, csirpák nem adja senkinek, két lábban van a pályán, és pőszéhez kerül a labda, visszakerül csirpákhoz, ott a saroka, óriási, és ez az, bravo, farkas, bravo. Ott van a hölgy. Bele is fejjel, ajjajjajjajjaj, Andrea volt az. Andrea előtt Misi elcsipi, kidobja a labdát, csirpák veszi le a labdát, átpasszolja a labdát. Igen, ott van Pőszéhez kerül a labda, Pősze mit csinált? Farkas mit csinált? Pősze, és gól! Csirpák Géza! Kölcsönmezbe beadta a labdát, és Pősze visszaadta, és nem is tudjuk, kirúgtuk a gólt, 2-0. Gólszerző Csirpák Géza, 4-es számmal kölcsönmezbe, 2-0-ra alakul a játék. A legveszélyesebb Lőrinc, az ő játéka az, ami nagyon mutatós. Bedobás, ott van, és kipöckölik Csirpákhoz. Aj, óriási gól! Tóth Andrea, gólszerző. Tóth Andrea! Gyönyörű! Egy 20 másodpercet késett, és az övé lett volna az 500 euró, de felemelik a tétet 1000 euróra. Bakancsos keresztapja állt be helyette. Ott a csaj megint fejen találja. És mérges a nő. De szép a nő, amikor mérges. Tessék, mert Lőrinc megint el. Lőrinc, még mindig Lőrinc. Kapura fog lőni. Lőrinc lő egy óriásit védett fekete! Megfehéredett a szeme. Ah! Berugás, Pőrsze fogja berugni. 2-1 az eredmény. Egy nő gólt lőtt a csomai csapatnak. Feloszlik a csapat, nem indult a Bajnokok Ligájába. Csirpák. Ott van, Lőrinc, ott van, és bemegy! És Pőrsze. 3-1-re alakul a játék. A harmadik gólt a csomai csapatnál Pőrsze Zsolt varázsolta be, izgalmas, és jön vissza a nap. Csirpák egysel lő, és mellé érte a kapufát. Ezt lassítva tessék megnézni, amikor a labda érte a kapufát, szikrázott a kapufa, mert be van villanyozva 2-20-szal. A Milánból Interfe, micsoda szerelés, te tud ez a nő.
De nem hagyta magát, nem tette szét a lábát. Ó, de gyönyörű volt. És ott van megint, ott van a lőnek, és nem. Tóth Andrea, kemény ez a nő, biztos nagyon finom lelkű ember. Micsoda finom csel. Az apja cselit játsza a fia. Schroff, Patrick, Patrick könyörög vissza, és ó, hasba lövi Varga Robit. Ott a labda, ott van az a lány, mit csinált az a csaj, mit csinál, és kivédi, Misi! Mit csinál ez a nő? Mit csinál Ludas Matyi? Óriási! Ez a csaj! Világi jelenetet látunk. Óriási volt. Hát apám, ilyet. Ha ez bemegy, Misi elment volna fogyókurára. Csaba nem hagyja magát, a kapus felveszi. Csiki-csuki. Szabadrugás. Igen. Nagy kidobás. Schroff előtt elpattan a labda. Csirpák. Kis csirpák, nagy csirpák, vén csirpák, öreg csirpák. Bejön a labda, és gongol! 4-1-re alakul. Öngól. Andrea. Öngól. Na még... Tud ez a nő, ide is, oda is, mindent tud ez a nő, csak ki kell próbálni, hogy ott legyen a Bajnokok Ligájába. 4-1-re alakul a helyzet, betakarította a szalmát, és most fészekből indul a támadás. Elment, ott van, lőd! Fölé rövi, Milán! Nem rúgja be, Lőrinc Csaba odaadja Milánnak a tárcán, csak be kellett emelni, és Milán bal lábbal, becsukott szemmel fölé rúgja. Csirpákhoz adja a labdát, ő pedig jobbra néz, és Schroff, lehet, hogy Schroff az, nem Schroff, csinál egy csel, egy schruffli csel, Csirpák, ott van, Laci, Csirpák, ott van, be fogja emelni, nem, és óriás, itt ketten védenek, négy szemmel, és mennek, ott van, de gyönyörű, add be ezt a labdát, lőd, de belli, kapufa! Óriási támadás, Molnár Sanyi volt az, aki már ott volt a levegőben, és már kinyitotta a száját, hogy kiabáljon, hogy gól, hátul pedig Roszka megtámadja a Godzillát, és ott a madár ijesztő, valakinek az anyósa. Kapus fordítva vette fel a mezét, ezért nincs szerencséje a szerencsétlennek, és lőv egy göngot! Francba! Megvan az ötös, mondom, fordítva vette fel a mezt, ne szarás! Horváth. Varga Robi fordítva vette fel a meszt, és ő is rúg haza egy gólt. 5-1 az eredmény, óriási show, ilyen még nem volt, világmérkőzés. Az utolsó szöglet a mérkőzésre, de nem megy, visszajön a labda. Kiflibe szórodott a labda, gyerünk, ott van, nem, mit fél? És itt van a lány, itt van Bakos Szilvi, aki megmenti a csapatát. Bakos Szilvi, hagyjátok ezt a nőt, fogd meg, mit csinálsz? Kigombolt a melltartóját, közben a lány mosolyog most csattól vissza, és a bíró mosolyog, mert még nem látott melltartó belőről. Lacinál van a labda, csirpák, megy a király, megy, az már nem bír csak Sánta. Ne rúgjad be, kivágja, bravo! Kicseleztek mindenkit, már csak a kaput kellett kicselezni. Hát de szarás, óriási, gyorsan megjátszák, gyorsan horvát. De Csomán lakik a horvát játékos, Mondricsnak a keresztapja. Ott van, kivágja, még egyszer, ott van, kivágja a labdát. Gyerünk, menj oda, horvát nem hagyja magát, ott van a csaj. És vége a mérkőzésnek. 5-1-re alakul, de ez nem számít, a mérkőzés döntetlen. A csomai csapat egy mikrobuszt kap, hogy járjon bajnokságra. A játékosok üdvözlik egymást, öleljük egymást, a nőket a focipályán ölelni. Ez csak itt van Csomán a világon, ilyen nincs. A három nőnek kérünk szépen nagy tapsot, Tóth Andrea, Roszka, Carla és Bakos Szilvi. A nők díszítették a mai hangulatot, és mindenki megérdemli a finom vacsorát, a jó zenét hozzá. Köszönjük szépen a viszonthallásra, a viszontlátásra!
szépen! A második hely a vendégeink nyerték meg, mivel 22 csapat indult és ők kerültek a döntőbe. Tehát egy nagy tapsot kérünk az él a kupa átadásához. Ez belejátszik. Igen, tessék ide. Jó. Ez ritka, de a hazai csapat barátságosan 5-1 lett az eredmény, és a nőknek igazuk van, 3-3-ra alakult a játék, és ezért a csapatkapitány kérjük ide. Van ki a minden! Ha minket néznek, saját magukat láthatják! Yeah!